Az Európát sújtó energiaválság híreivel folytatjuk a ma reggel adását. Brüsszel szankciós politikája miatt energiaválság és folyamatosan emelkedő infláció sújtja Európát. Most megmutatjuk, milyen nehézségekkel küzd Ausztria, Szlovénia és Szlovákia lakossága. Az energiával való hatékony bánásmód és a pazarlás elkerülésének tudatosítása érdekében felvilágosító kampányt indít az osztrák kormány. TV-reklámok és rádiószpotok hívják fel az emberek figyelmét a takarékosság fontosságára. Mindeközben több tartományban szimulált áramszünetet tartanak, ami a lakosság felkészítését szolgálja egy esetleges nagyobb áramkimaradásra. Ciráki Viktóriához kapcsolunk most Kismartonba. Milyen egyéb megoldásokkal készülnek az osztrákok az energiaválság kezelésére? Szervusz, köszöntöm a nézőket, jó reggelt kívánok! Ahogyan más országokban is szerte Európában, Ausztriában is egyre inkább növekszik az infláció hónapról hónapra. Most már azt mondhatjuk, hogy szinte minden hónapban megdől az inflációs rekord, ami egyébként szeptemberben 10,5%-os volt. Most az októberi legutolsó adat szerint ez most már 11%-ig kúszott fel. Utoljára 1952. júliusában mértek a mostanihoz hasonlóan meredek áremelkedéseket egy év leforgása alatt. A legnagyobb mértékben a háztartási energia árai emelkednek, a második helyre pedig az üzemanyagok ára kúszott föl, a harmadik helyen pedig az élelmiszerek, illetve háztartási eszközöknek az ára emelkedett a legmeredekebben. Egyébként nem csak a magánszektor sújtja az áremelkedés, hanem az önkormányzatokat is, ahogyan az a Covid idején most már megtépázott, tehát a Covid által megtépázott önkormányzatok gazdasági helyzete egyre rosszabb egyébként. Most hétfőn jelentette be Markus Brunner pénzügyminiszter, hogy egy keretet hirdet önkormányzatok számára, ami azt jelenti, hogy 1 milliárd eurós keretből ennek a felétre pályázhatnak energetikai korszerűsítésre itt az osztrák önkormányzatok. A másik felére, tehát 500 millió euróra pedig különböző félbemaradt beruházásoknak a folytatására, a befejezésére lehet majd pályázni. Ahogyan te is említetted, megindult egy TV-reklám sorozat itt Ausztriában. Ennek célja, egyébként a neve Mission 11, ennek a célja, hogy a háztartási energiának a felhasználását igyekezik visszaszorítani, illetve erre ösztönözzék az állampolgárokat is. Ezt Leonore Gewessler klímaügyi miniszter jelentette be nemrégiben, és most már tényleg láthatók és hallhatók ezek a TV-spotok, illetve rádió reklámok. Ennek célja egyébként, hogy apró változásokat érhessenek el az állampolgári áramfelhasználásban. Többek között a fűtésnek a visszaszorítására, illetve letekerésére buzdítják az embereket, illetve olyanokra kell itt gondolni, például, hogy fürdés helyett válasszák a zuhanyzást, illetve a készenléti módba kapcsolt háztartási eszközöket inkább kapcsolják ki arra az időre, amíg nem használják. Ahogyan mondták, ezekkel azonnali változást lehet elérni, tehát igazából az állampolgároknak a szolidaritására, illetve a társadalmi felelősség vállalására alapozzák ezt a kampányt. Egyébként nem csak a magánembereket tervezik ilyen módon megszólítani, de tervek között szerepel az a dolog is, hogy az állami intézményekben, minisztériumokban, illetve hivatalokban 19 Celsius fokra tervezik majd letekerni a fűtést. Ez nem vonatkozik majd természetesen az iskolákra, illetve az egészségügyi intézményekre, és ugyanezen tervek szerint 22 óra után majd csak a minimálisan szükséges fogyasztókat fogják bekapcsolni a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy a balesetveszélyes helyeken lesz világítás, azonban máshol majd megfontolják, hogy mennyire célszerű nagyobb világítás üzemben hagyni. Ez azonban, mint ahogy mondták, egyelőre még a tervek szintjén szerepel, koalíciós megfontolást, illetve egyeztetéseket igényel majd, ez tehát még a jövő zenéje. Folytassuk Szlovéniával, amely a hatóságok szerint az energiaellátás terén jól felkészült a következő hónapokra, a lakosságnak nem kell fennakadásokra számítania, ugyanakkor az illetékesek arra kérik a felhasználókat, takarékoskodjanak az elektromos árammal és a gázzal. Most kapcsolunk Lendvár a tudósítónkhoz, Magyar Lovrics Mirjanához. Mi az oka ennek? Mire alapozzák ezt az optimizmust a szlovén hatóságok?
Szép reggelt kívánok! A hatóságok szerint nem lesz gond az áram és gázellátással Szlovéniában késő ősszel és a télen. Az ország jól felkészült az ég leghidegebb hónapjaira. Optimizmusra több dolog is okot ad. Az első, hogy kedden Szlovénia legnagyobb gázkereskedője a Geoplin és Algéria Nemzeti Állami Olajtársasága a Sonatrach aláírta a gázszállításról szóló szerződést, mely szerint Szlovénia a következő 3 évben évi 300 millió köbméter földgázhoz jut, ami az ország jelenlegi keresletének mintegy kétharmadát elégíti ki. Az algériai gáz január 1-től Tunézián és Olaszországon áthúzódó gázvezetéken jut el Szlovéniába. A szerződésben meghatározott mennyiséget azonban Szlovénia növelni szeretné méghozzá úgy, hogy az algériai gáz a jövőben Szlovénia szükségleteinek mintegy felét fedezni. Ezért Tanja Fajon külügyi és Bojan Kumer infrastrukturális miniszter Algériában tett látogatáskor kormányközi memorandumot írt alá az Algériával folytatandó jövőbeni energetikai együttműködésről is. További optimizmusra ad okot az is, hogy míg a szlovén vízerőművek az év első 8 hónapjában a hosszantartó szárazság és alacsony vízállás miatt a tervezetnél 30%-kal kevesebb villamos energiát tudtak előállítani, addig az elmúlt 2 hónapban az esőzéseknek és ezáltal a folyók víztartalmának megnövekedésének köszönhetően az országban helyreállt a vízenergia termelés. Mindemellett a tervezett karbantartás befejezése után újra üzembe helyezték a körskói atomerőművet is, mely fedezi a szlovén villamos áramigény mintegy negyedét. A pontot az íre pedig a hatóságok szerint azt teszi, hogy Szlovénia összeköttetése az Európai Unió energiahálózatával nagyon jó. Mindez összevéve biztosítja, hogy itt a lakosságnak nem kell kényszerredukciótól tartania. Az infrastrukturális miniszter szerint csak akkor következhetne be, ha összeomlana az európai energiarendszer is, megszakadnának a határokon átnyúló kapcsolatok, így egy-egy állam csak a saját nemzeti rendszerére hagyatkozhatna. Az illetékesek azonban mindennek ellenére arra kérik a felhasználókat, takarékoskodjanak az elektromos árammal és a gázzal, a rendszer stabilitását ugyanis még mindig komolyan veszélybe sodorhatja az egyidejű tömeges használat, amely például akkor következhetne be, ha a lakosság a téli hónapokban tömegesen átállna az elektromos árammal való fűtésre. Félő, hogy mivel a kormány a lakosság számára meghatározta a legmagasabb áram- és földgázárakat, a polgárok nem fognak olyan mértékben takarékoskodni, mint ahogy arra szükség lenne. Kényszertakarékoskodásról tehát itt még egyelőre nem esett szó, ugyanakkor egyre több a felhívás, miszerint a stabil állapotok és az állami árszabályozás ellenére cselekedjünk racionálisan. A szlovák kormány a jövő évben árplafon bevezetésével segít megküzdeni az energetikai válsággal az önkormányzatoknak. Az árplafont az elektromos áramnál megawattóránként 199 euróban, míg a földgáznál megawattóránként 99 euróban állapították meg. Bartal Tímát kapcsoljuk Pozsonyból. Valódi segítség ez az önkormányzatoknak, illetve mik a feltételei továbbá? Mit lehet tudni a lakossági energiaárakról? Jó reggelt kívánok! Valódi segítség lenne, ha megvalósulna. Legalább odáig eljutott a kormány és a Városok és Falvak Szövetsége, hogy tárgyaltak és megállapodtak ebben a dokumentumban, ami már valódi segítség lehet, ráadásul ezeken az összegeken túl hogyha túl számlázás van, akkor annak a 80%-át az állam kifizetné az önkormányzatok számára. Ez stabilitást hozhat az önkormányzatok számára, hiszen eddig hatalmas problémák voltak, több tiltakozást is tartottak az önkormányzatok, amiatt, hogy nem tudják kifizetni a számlákat. A legtöbb helyen több mint duplájára emelkedtek a tavalyi évhez, például az energiaköltségek, és hát azért kis és nagy települések szempontjából is ez hatalmas kiadást jelent az önkormányzatoknak, és a jövő évre még további emelkedéssel lehetett számolni. Tehát ez a megoldás lehet. A feltétele csupán annyi, hogyan Igor Matovics pénzügyminiszter megfogalmazta, hogy a parlament elfogadja a 2023-as költségvetést, ami azonban innen nézve egyáltalán nem könnyű feladat, hiszen a kormány Szlovákiában kisebbségben van, és egyelőre nem sikerült megszerezni a szükséges támogatást ahhoz, hogy a képviselők megszavazzák a 2023-as költségvetést, már pedig ez a feltétele annak, hogy az önkormányzatok ezt a segítséget megkapják. De bízunk a pozitív forgatókönyvben, hogyha elfogadják a költségvetést, és a kormány támogatni képes az önkormányzatokat, akkor az önkormányzatoknak ez stabilitást jelent, kiszámíthatóságot jelent, tehát tudni fogják azt, hogy milyen energiaárakkal számolhatnak jövőre,
És hát ugyanez az árplafon, ez az első negyedévre szólt, tehát 2023. januárjától márciusáig, de úgy lehet tudni, hogy kiterjeszthető egészen júniusig az energia árak függvényében, tehát hogy az energia árak hogy fognak kinézni még a következő fél évben Szlovákiában és természetesen a világon. Tehát ez valódi megoldást jelent, de ennek még vannak feltételei, hogy sikerül elfogadni, ez nyilván majd egy későbbi történet lesz. És hát ugye Eduard Heger miniszterelnök bejelentette azt is, hogy hasonló árplafon terveznek a háztartásoknak, hiszen a háztartások az energiárak szempontjából továbbra is bizonytalanságban vannak, nem tudják pontosan, hogy mennyit kell fizetni. Egy információ azonban már kijött, ez pedig az elektromos áramnak a háztartásokra vonatkozó elektromos áram vagy elektromos energiának az ára. Ez jelen pillanatban egy dokumentumból, amit a kormánytól szivárgott ki, úgy lehet tudni, hogy megawatt óránként 67 euróba kerülne az elektromos energia, abban az esetben, hogyha a szlovák villamosművek nukleáris forrásokból meg tudja vásárolni, vagy meg tudja szerezni a megfelelő mennyiséget. Erre még azért rakódhatnak némi költségek, de körülbelül olyan 67 euróba kerül majd az elektromos energia a háztartások számára, hogyha ez a dokumentum hiteles. És hát fölmerült egy újabb probléma, ez pedig a távhő kérdése, hiszen vannak olyan, a távhő szolgáltatás ugye régiónként eltérő Szlovákiában, és az árszabályozási hivatal már bejelentette azt, hogy bizony egyes régiókban akár 600%-kal is emelkedhet a távhő ára a háztartások számára. Vannak ugyanakkor olyan régiók is, ahol csökken a távhő ára jövőre. Átlagban olyan 94%, amivel emelkedni fog a távhőára a háztartások számára. Úgy fogalmaztak, hogy ez körülbelül olyan 56 eurót jelent havonta. Ez azt jelenti, hogy körülbelül olyan 23 ezer forinttal többel kell számolni, tehát ez azt jelenti a háztartások számára, hogy ez még egy olyan költség, amivel számolniuk kell azoknak is, akik távhőt használnak. Tudósítóinknak ezúttal is köszönjük szépen a legfrissebb információkat.